Elengedhetetlen az ellenzéki pártok közötti együttműködés az MSZP szerint. A párt úgy véli, hogy versenyezni csak demokráciában lehet, egy autoritár rendszerben erre nincs mód. Vendégünk Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnöke, aki megkapta ezt a levelet. Jó estét kívánok! Mit szól Karácsony Gergely javaslatához? Egyet értek vele, ahogy ezt jeleztük is közleményünkben, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy fölháborítónak tartom, hogy egy főpolgármesternek ilyen eszközhöz kell folyamodnia, hogy egész egyszerűen egy regnáló főpolgármester, aki bizonyított, újra akar indulni, a kutatások szerint utcahosszal vezet, és győzködnie kell az ellenzéki pártokat, egy jelentős részét az ellenzéki pártoknak, hogy gyerekek, fogjunk már össze. Mert akkor de mi ennek az oka? Mert azt mondja, hogy bizonyított, bocsánat, de az LMP meg a Momentum azt mondja, hogy nem bizonyított. A Momentum nem hiszem beállt Karácsony Gergely mögé, de az LMP például azt mondja. Azt magyarázza meg az LMP a választóknak egyébként, hogy de hát nyilván mondanak ilyet is, olyat is. Egyszerűen, amikor a Fidesz megváltoztatja a választójogi törvényt, pár hónappal a választások előtt Budapesten. Ez még kérdés bármelyik pártnak, hogy támogatni kellene egymást. Itt mi a tét a fővárosban? Ha csak egyetlen egy párt kimarad, és nem lesz közös lista, lehet itt össze-vissza beszélni, de olyan közgyűlési többsége lesz a Fidesznek, mint a Huzat. És egy polgármester közgyűlés, illetve testületi többség nélkül nulla. Hát ön után megkérdezem erről az LMP frakció vezető helyettesét, hogy mi erre a válasza. Az MSZP egyébként Karácsony Gergelyt támogatja a főpolgármester, hivatalosan még nem jelentették be. Ennek egy oka van, hogy ugye szerződéseket pártok kötnek, a Párbeszéd és az MSZP között apró pici dolgok vannak, amiket mindjárt lezárunk, de természetesen Gergely támogatjuk. Karácsony Gergely azt mondja, hogy legyen előválasztás, ahol nem sikerül megállapodni. Az MSZP hány polgármester jelöltséghez ragaszkodik, amit egészen biztosan nem engednek el? Egyértelműen az inkumbens jelöltek, tehát azok, akik már regnálnak, tehát akik már most, hogy mondják ezt, helyesen hivatalban lévőek, tehát akik tudtak nyerni legutóbb, őket biztos, hogy nem engedjük el, és nagyon örülök, hogy Karácsony Gergely támogatja őket, biztosította őket. Én azt gondolom, hogy pár hónappal a választások előtt nekik újrázni kell, és nem szabad, hogy a Fidesz bármelyik olyan körzetbe visszamenjen, ahol most ellenzéki vagy MSZP-s van. De mondjuk ott van Horváth Csaba Zuglóban, ott a Momentum ráindul Horváth Csabára. Előválasztáson megmérettetné magát Horváth Csaba, mert legutóbb itt azt mondta, hogy nem. Én azt hiszem, hogy fogy az idő. Tehát, hogy egyrészt, aki hivatalban van, én azt nem bántanám, ebben Karácsony Gergelynek igaza van, és a legutóbbi mérések is azt mutatják, hogy a zuglói választók is úgy gondolják, hogy itt mindenki arccal a Fidesszel szemben, itt csatáztatok, ment az adok, kapok, most már ez az időszak lezárul. Az előválasztásról én azt gondolom, hogy mi mindig is hívei voltunk. Mi voltunk az elsők, akik legutóbbi évben, januárban tárgyalóasztalhoz hívtuk a feleket. Hát akkor nem nagyon muzsikáltak jól, nem nagyon akaródzott összejönni, és sajnos az a vége, hogy itt vagyunk pár hónappal a választások előtt, de én az Ahang, aki segített nekünk az előválasztás korábbi megszervezésében, és az egy nagyon-nagyon igenis sikersztori volt egy antidemokratikus rendszerben, egy demokratikus eszköz, nem ott csúszott el a 22-es választás. Aki ezt mondja, az megint csak ámítja a választókat, meg hamis kártyás, és nem mond igazat. Jó, de akkor belemennének Zuglóba az előválasztásba, vagy nem? Én attól félek, hogy előválasztásra fogy az idő, és egyre inkább kifutunk belőle. Nehezen látom megszervezhetőnek, főleg úgy, hogy egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek sokan az előválasztás. De hát azért március 15-ét követő napokban lenne az előválasztás, ezt mondta Karácsony Gergely. Meg kellene állapodni, de például a DK azt mondja, hogy online nem akar, a Momentum állítólag online. Jó, de akkor az MSZP mit mond? Csak arra Zuglóra vagyok kíváncsi, mert ott maga Horváth Csaba mondta, hogy nem. Ott egy regnáló van, én ott nem rendeznék előválasztást, békén hagynám, ott rendeznék előválasztást. De ha a Momentum azt mondja, hogy már pedig ráindulnak Horváth Csabára. A Momentum sok mindent mond, leginkább be kéne állni, és segíteni kéne a Karácsony Gergelynek, nem csak szavakban támogatni, hanem egy közös listába is, hogy a Fidesz pár 10%-kal ne vegye át a fővárost, mert abból nagyon nagy baj lesz. És ugyanez vonatkozik egyébként az európai parlamenti választásra is. Az is egy listás szavazat. Azt is azt hallom, hogy az egy másik választás. Ugyan kérem, ha a Fidesz megver bennünket az európai parlamenti választáson is,
mert nem állunk össze. Azt üzenjük egész Európának, és azt üzenjük a belföldi szavazóknak is, hogy Orbán megverhetetlen. Soros elnökök leszünk a következő fél évben. Júni 9 után Magyarország tölti be. Orbán röhögve fogja fogadni egyébként a nemzetközi világot, egész Európát, miniszterelnököket, lesz egy-két enyebenye, de azt üzenjük, hogyha nagyon megver bennünket Orbán az egész EU-nak, hogy nincs más, Orbánt nem lehet megverni, vele kell kiegyezni, a magyar ellenzék meg véleményem szerint és az MSZP szerint is nem tesz meg mindent annak érdekében, pedig megverhető lenne Orbán. Ezt mondja a Bliknek, ezzel kapcsolatban egy kérdés, azt mondja, hogy van egy valami, amit az ellenzék még nem próbált ki Orbán Viktor ellen, az, hogy ne csak a választáson működjenek együtt, hanem két választás között is közösen építkezzenek. Így van. Most van akkor az egy párt. De itt több pártról van szó, önös érdekeik megvarják mutatni magukat, és a politikában ez nyilván én teljesen értem, érthető. Én ezt értem, és én egy politológusként is, politikusként is, pártelnökként is ezt teljesen értem. Egy demokráciában, de egy autoriter féldiktatúrában nem lehet ezt megtenni. És hiába mondja nekem Böcskei Balázs, meg emlegetit, hogy Kunhalminak ebben nincs igaza. Én egyetlen egy érvet nem mondok. Az MSZP egyetlen olyan érvet nem mond, amit például annó a demokratikus koalíció, aki a összefogás pártibb volt, és egy színpad előtt kiabálták, hogy összefogást, összefogást. Mi változott, kérem szépen? Mondjuk most a demokratikus koalíció összefogást szeretne. Nem akar összefogni az európai parlamenti választáson. Ha az érdekes, nem is értem a DK-t, az ott nem akar összefogni az EP-n, egy listás választásnál, az önkormányzati választáson a fővárosban meg akar. Ezt értsük meg, hogy a legarányosabb rendszer is Orbánt segíti, mert az ő rendszerében, az ő nemzeti együttműködés rendszerében kell ezt nekünk lejátszani. Nem az EP határozta meg ezeket a feltételeket, hanem mi. Tehát kutya kötelessége minden ellenzéki pártnak felnőni a feladathoz, a választókra hallgatni, mert ebből nekem és az MSZP-nek elege van, és a választók segítségét fogom kérni, ha ez így folytatódik tovább. Az mit jelent, hogy a választók segítségét kérjük? A jövő héten meglátják, mert egész egyszerűen felháborítónak tartom, hogy adásról adásra azt hallgatom ellenzéki pártvezetőktől, politikusoktól, hogy miért nem lehet együttműködni egy fél diktatúrába, a Fidesz meg röhögve, tulajdonképpen kisebbségben. Hát hol van itt a Fidesznek kétharmada? A jövő héten bejelent valamit, valamiféle... Hát hogyha ez így fajtatódik, és még Karácsony Gergely nyílt levelére se reagálnak pozitívan, akkor igen, és az EP választás ugyanolyan fontos, ne degradáljuk le, mert ott az egy igazi identitás kérdés, és ha azt degradáljuk, akkor tulajdonképpen a Fidesz röhögve azt üzeni Európának és a magyar választóknak 2026-ra, hogy itt gyerekek, nincs semmi látnivaló a Fidesz, amíg ti éltek, biztos, hogy regnálni fog. Miközben megverhető lenne a Fidesz. Tényleg egy mondatra maradt idő, de az MSZP oktatáspolitikus, ezért muszáj megkérdezem. Gulyás Gergely ma bejelentette, hogy duplájára nő a ciklus végére a pedagógusok fizetése. Ennek örül az MSZP? Természetesen igen, de ez nem Gulyás Gergelynek és a kormánynak köszönhető, ezt tisztázzuk. Felháborítónak tartom, amit Gulyás úr mondott, és visszautasítom az egész ellenzék és az egész szakszervezeti világ nevében azt a rágalmat, hogy itt nem akarták a béremelést a diákok, akik tüntettek, nem akarták, akik csak egy percre is kimentek az utcára, és hogy a szakszervezetek, akik azért jöttek létre, hogy mindenkori kormánytól béreket és jobb munkakörülményeket harcoljanak ki, két dolognak köszönhető ez a béremelés, a szakszervezeteknek, a diákoknak, és bárki, aki egy percre is kiment tüntetni, mert kiharcolta a kormánynál, illetve az Európai Uniónak, mert hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik, a nemzeti költségvetésből kellett volna ennek a nagyon szuverénitására oly kényes kormánynak megoldani. Jó része abból lesz, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.